Várda Tibor bátaszéki Kádár idén Várdonban várta és köszöntötte az ország különböző részeiről érkező mestereket, akik mosolygósan, nosztalgikus hangulatban léptek be a terembe. Többen úgy fogalmaztak, számukra ez a rendezvény olyan, mint egy osztálytalálkozó. Mint általában mindegyik ilyen délutánunk úgy telik, hogy ugye megjönnek az idősebb kádárok. Azért mondom, hogy idősebb, mert tőlem fiatalabb nem nagyon létezik, mert én voltam az utolsó itt Bátorszéken, aki végzett. Tehát mi korosztályunk volt az utolsó. És beszélgetéssel, egy kis borozgatással, fő a jó finom pörkölt, és egy jó étellel, és közben beszélgetéssel. Tehát erről szól az egész történet, hogy leüljünk és beszélgessünk arról, hogy végülis miért, mit is tanultunk. Úgy jött az ötlet, hogy szeretném összefogni valamilyen szinten a kádárságot, azokat az embereket, akik ugye ezt a szakmát tanulták, és legfőképp azokat az embereket, akik itt Bátorszéken tanulták ezt a szakmát. Ez egy nagyon nehéz szakma, ugye? Hogy mi? Hát a fa. Tehát aki elmegy asztalosnak, az rengetegszer találkozik forgáslappal. Nálunk nincsen forgáslap, csak fa. Ez aki bejön a műhelybe és megérzi ennek az illatát, én szerintem az megfogja. Legyen akármilyen fiatal. Ezt azért is tudom mondani, mert a szakmunkásképző intézetekkel is valamilyen szinten kapcsolatba állunk. Bolyai Jelk István szakmunkásképző intézetből voltak itt tanulók, és felállították a hordójukat, tehát 1200-es hordót állítottak fel a fiatalok, és nagyon tetszett nekik. Sajnos a képzés az teljes egészében megszűnt. Ha jól tudom, fönt a minisztérium ezt a szakmát el is törölte. Csak felnőtt képzésben lehetséges. Fiatalember, aki elvégezte Franciaországba a szakmát, csak egy példát mondok, az eljött és megnézte itt a műhelyünket, és mondta, hogy szívesen jönne egy próbára egy-két-három hónapra. De van most is köztünk olyan, aki most töltötte be nálunk a 20. életévét, és tetszik neki, és marad is. Nem tudom, örülök neki. A bajai Vas Péter mesterével érkezett a találkozóra. 21 éve Ausztriában dolgozik, ugyanis itthon nem volt lehetősége elhelyezkedni, külföldön viszont kerestek annak idején kádárt. Vele beszélgettünk a kinti és az itthoni helyzetről. Baján volt az anyaiskolám, Budapestre kellett a szakmai órákra járnom, és a mesteremhez Rémre jártam a gyakorlatot elsajátítani. Én Ausztriában dolgozom, és úgy az osztrák pince kultúrára és az olaszra is rálátok, mert a mi cégünk jobbára Ausztriába és Olaszországba értékesít. Ezen kívül nagyon sok helyre még, de ez a két fő csapás irány. Kint én úgy látom, hogy a tradicionális családi vállalkozások viszik egymás után tovább a pincéket, míg itt Magyarországon talán az a különbség, hogy itt a pincéket új tulajdonosok viszik, és itt az új tulajdonosok annyira nem ismerik a tradicionális kádár családokat, és ezért nem úgy vásárolnak tőlük, mint például a kinti pince tulajdonosok hordót. Szóval a kettő között ez a különbség a pince tulajdonosi kör lehet szerintem. Ez a különbség lényegesen a kettő között. Nem több száz éves családi tradíciók viszik a pincéket. Nekem ez a kádár találkozó, a bátaszéki kádár KTS volt dolgozói kádárai számára van megcsinálva, és én a közöm egyáltalán nincs hozzá kivéve a mesterem által, mert ő viszont ott tanult, és a Tibivel hát mondhatom úgy, hogy jó barátságot ápolunk. Mikor összehúzzuk a hordókat, akkor a meleg tölgyfának a gőzei és a belső pörkölésének a füstje, ez ami megfogja az ember szerintem a legjobban, mert ez a legjobb. És az, hogy ha szerencséje van, nagyon sok pincébe eljuthat, és itt a nagyon sok pincében nagyon sok mindent láthat.
Szerintem ez a legszebb a szakmában. Az utánpótlás. Kint van még kádártanuló, itthon nem tudok róla. Itt a Tibiéknél talán az ő fia, a Levente fogja továbbvinni ezt a vonalat, de itthon nem tudok. Például a mi cégünknél kint Ausztriában nincs kádártanuló, de egy másik cégnél, a Benninger cégnél viszont most szabadult föl egy kádártanuló, letette a kádárvizsgát, és most már ő is kádár, de ott is nagyon-nagyon-nagyon kevés az utánpótlás. Egy étkezés és közös borozgatás keretében ünnepelték a szakmát és egymást a kádárok, a baráti légkör és az építő beszélgetések pedig remek hangulatot varázsoltak az asztal köré.